A pingvin séták során az állatkert pápaszemes pingvinjei elhagyják kifutójukat, és a látogatókkal együtt közösen sétálnak egyet az állatkertben. A séta nem idegen a pingvinektől, hiszen természetes élőhelyükön is kisebb-nagyobb távolságokat kell megtenniük a tenger és a fészkelő hely között. Hát itt a nálunk bemutatott pingvinek pápaszemes pingvineknek hívják őket, de más néven hívják őket afrikai és foki pingvinnek is. Ezzel el is árulom, hogy ők Dél-Afrikából származnak ezek a madarak, és általában ugye téli időszakban szoktunk sétálni velük. A látogatóknak pedig nagy élmény szemtől szembe találkozni ezekkel a mókás kismadarakkal. Néha még az is előfordul, hogy kibogoznak egy-egy cipőfűzőt, vagy fészek anyagot gyűjtögetnek a séta alatt. Maga ez a séta általában úgy néz ki, hogy a pingvinek már valamilyen szinten várják azt, hogy kijöhessenek a kifutón kívülre, és az állatkert területén teszünk egy kört a madarakkal és az emberekkel együtt. Ez nagyjából általában egy 30-40 perces séta szokott lenni. Hát általában egy-egy madár már szokott átcsorogni az ajtóba, főleg a téli időszak végén, akkor már van, hogy egy egész csapat. Mi összeszedünk, megyünk egy kört a kifutóban, és akinek nincs kedve sétálni, az beugrik a vízbe, vagy bemegy a fészekbe, aki pedig kijönne velünk, az általában már az ajtóba szokott sorakozni. A pingvin séta az állatkert téli programja, hiszen pingvinjeik érzékenyek a szúnyogcsípésre, ezért csak november és március között hagyhatják el rovarhálóval védett kifutójukat. Nyáron azért nincs sétánk, mivel a hazánkban honos szúnyogok egy úgynevezett madármalária nevű betegséget terjesztenek, amire a mi pingvinjeink elképesztően érzékenyek, és éppen ezért, amikor jönnek a jobb idők és megjelennek a szúnyogok, akkor egy szúnyoghálóval lefedjük a kifutót, és innentől nem is sétálunk. Nyilván a pingvinek valamilyen szinten nem is igénylik nyári időszakban a sétát, mivel ilyenkor a nagymedence rendelkezésükre áll, és inkább fürdőzéssel töltik az idejük nagyját. A pingvin séta indulásáról minden évben közösségi felületeiken tájékoztatják a látogatókat. A program minden nap délelőtt 11 órakor kezdődik. A program során az állatok gondozója számos érdekességet mesél a pápaszemes pingvinek életmódjáról és viselkedéséről.